forró hétvége. 37 fokos meleg, nagyon erős UV-sugárzás, másodfokú hőségriasztás. Aki teheti, vízparton és árnyékban töltse a következő napokat. Célok és irányok. A Hegyvidéki Önkormányzat 2022-ig tartó környezetvédelmi programja érinti a vízgazdálkodást, az építés szabályozást és a zöld felületkezelést is. Óceánjáró Budapesten, a fővárosban másodszor kötött ki a Titanic. A komplexben látható tárlat a magyar szálakat boncolgatja. Jó estét kívánok, 19 óra van, a budai híradót látják. Tovább tart a kánikula, sőt hétvégére 40 fok körüli hőmérsékleti csúcsokat ígérnek a meteorológusok. A nagy hőség nem csak kellemetlen, veszélyes is lehet. A folyadékpótlás is fontos, ám ez csak egy része a nagy meleg, illetve a direkt napsütés elleni védekezésnek. Erre hívják fel a figyelmet az orvosok, dietetikusok. A nyári kánikula szinte minden ember szervezetét megviseli. Ahány ember annyiféleképpen védekezik a nagy hőség ellen. Reggel úszodába járok, majdnem minden reggel, és otthon amennyire lehet elsötétítem. Éjszaka van nyitva minden, elsötétítem a lakást, mert sajnos az egyik oldalon az keleti oldal, a másik a nyugati, tehát mikor a nap fel kell, akkor végig süt délig, a másik oldalon meg déltől, amíg lövön megy, úgyhogy melegből jut elég, de így lehet védekezni, meg hát zuhanyozom többször. Hogy már nem 20 éves az ember, már másképp veszi ezt a nagy hőmérsékletet, mint 30 évvel ezelőtt, már nem úgy viseljük, és hát egy kicsit szokatlan most ez a nagy meleg, ezért más a tengerparton, mert szoktunk azelőtt tengerpartra is menni, ott azért másképp érzi az ember, de így a házak között, a városban azért nehezebb elviselni. Fejemet, nyakamat, karomat bevizezem, és lehúzom a regényeket. A meteorológiai szolgálat előrejelzései szerint az elkövetkező napokban még melegebb időjárásra számíthatunk. A nagy hőségben egyre többen keresik fel a vízpartokat, belvárosi strandokat, szökőkutakat. A szívbetegek számára az ilyen extrém magas, 35 fok körüli vagy a fölötti hőmérséklet, különösen, ha magas páratartalommal is társul, nem csupán kellemetlen, de veszélyes, sőt, szélsőséges esetekben halálos is lehet. Nagyon-nagyon meleg az a szívbetegeknél gyakran vérnyomásesést, eszméletvesztést tudnak okozni, nem ritkán a szívelégtelenségnek a rosszabbodása jelenhet meg. A fokozatosan melegedő időjárás a heveny szívizominfarktusok gyakoriságát növeli, a hideg, meg döntően az idősebb betegeknek az úgynevezett akut koszorúér-szindróma kialakulásának kedvez. Úgyhogy azt kell mondani, hogy a kardiológusoknak szinte független attól, hogy milyen időjárás van, folyamatosan nagyon sok feladatuk van. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy elegendő folyadékot vigyünk be a szervezetünkbe. Nem csak az ajánlott napi 3 liter vízpótlására kell odafigyelnünk, hanem arra is, hogy milyen ételeket fogyasztunk. Célszerű könnyen emészthető ételek mellett dönteni a nagy kánikulában, hogy ne adjunk a szervezetünknek plusz munkát, így, illetve ugyanebből azokból kifolyólag kerülnünk szükséges a túl nagy ételadagokat. Itt így inkább mindig érvényesül a többször keveset elve kifejezetten ebben a kánikulában. Fontos, hogy egy idényszerű zöldségeket, gyümölcsöket tegyünk, hiszen azok könnyűek, magas a víztartalmuk, illetve emellett magas az ásványi és vitamin tartalmuk, és ebben igazából nyáron ezekből bővelkedünk is. Tehát a különböző saláták, könnyű öntetekkel, a zsírszegényen elkészített fárolt, sült zöldségek, főzelékfélék, rakott tételek, tehát ezeket mindenképpen célszerű előnyben részesíteni, és minél kisebb zsírtartalmú tejtermékeket, húsféléket és egyéb élelmiszereket javasolt választani, hogy ne terheljük pluszban az emésztőrendszert. A nagy melegben tehát érdemes odafigyelnünk testünk jelzéseire, illetve arra, hogy megfelelően és hatásosan védjük bőrünket a napokozta káros hatásoktól. Mi lesz a hegyvidékről viharok idején lezúduló vizekkel? Milyen építészeti megoldások támogathatók, amelyek javítják a környezeti állapotokat, illetve igazodnak a klímaváltozás következményeihez? Többek között ezekre a kérdésekre is választ, pontosabban stratégiát ad az a környezetvédelmi program, amelyet a legutolsó testületi ülésen fogadtak el a kerületi képviselők.
Speciális ivócsapa Csőrsz utcában, illetve a 12. kerület több pontján a zöld növényzet megtartása, illetve gondozása, a normafa környezetkímélő fejlesztése csak három részterület a sok közül, amelyel a legújabb hegyvidéki környezetvédelmi program foglalkozik. Az önkormányzat szakértői által összeállított stratégia a következő 5 évre, vagyis 2022-ig határozza meg a célt, azt, hogy milyen irányba, hova kell eljutni. A stratégia azért fontos, hogy nyilvánvalóan úgy elérni valahogy igazándiból nem tudjuk, hogy mi a cél, elég nehéz, ezért próbáltunk kellően precízek lenni. Tehát végigvettük az építési szabályozástól kezdve a hulladékgazdálkodáson keresztül, a természeti és az épített környezeti értékeinken keresztül gyakorlatilag az egész kerületnek a környezeti értéktárát. És itt olyan elemekre is kitértünk a hagyományos környezetvédelmen túl, amelyeket mi itt a hegyvidéken fontosnak tartunk. Ez alatt értem többek között például az épített örökség védelmét, vagy azokat a kulturális értékeket, amelyek azt gondoljuk, hogy itt a hegyvidéken szeretnénk megőrizni. Az új környezetvédelmi program helyzetjelentés kijelöli a fejlesztések legfontosabb mérföldköveit, ám olyan részletességgel jeleníti meg a programokat, hogy azok állapotát évről évre átlássa a testület, és átlássák az érdeklődő polgárok. Kitérünk olyan kérdésekre is, ami nálunk specifikusak, például ilyenek a felszín alatti vizek, vagy a lezuduló csapadékvizek kérdése. A hegyvidéken számtalan forrás és patak található, amelyeket jó részét már nem is ismerjük. Nagyobb probléma, hogy nem csak a köztudatban nincsenek bent, de mi magunk az önkormányzatnál sem igazán tudjuk, szakirodalom alapján tudjuk lekövetni, hogy valószínű ezen és ezen lépcső alatt van egy forrás, de ezek az évtizedek alatt már rég a feledés homályába vesztek. Ezeket szeretnénk újra feltérképezni, és ezeket a felszín alatti vizeket, egyrészt az állapotuk megismerését követően, ahol lehet, szeretnénk visszahozni az általános hétköznapi életbe, akár visszacsempészni őket, és bevezetni olyan nyitott vízfelületekbe, kanálisokba, ahol ezt a természeti kincset élvezhetjük, és nem egy csatornában vezetjük le, például a Dunába. A vizekkel kapcsolatos kérdést vett fel a klímaváltozással együtt járó időjárásváltozás is, amely gyakran rövid idő alatt óriási mennyiségű csapadékot zúdít a kerület útjaira, csatornarendszerére. A hegyvidék egy speciális domborzati viszonyokat tükröz. Nekünk a lépcsők, az utak, a különböző csatornarendszereken ez egy mérhetetlen károkat okoz, tehát ezt a kérdést nekünk valami módon kezelni szükséges. A környezetvédelmi programban javaslatot tettünk rá, és ezt az építési szabályozásban is szeretnénk lekövetni. Minél több zöld felületet akarunk megőrizni, a tetőfelületekről lezúduló csapadéki vizet szeretnénk összegyűjteni, kiépíteni egy olyan ciszterna rendszert, mind intézményi, mind pedig erre ösztökélve lakossági zónákban, ahol ezt a vizet egyrészt megtartjuk későbbi öntözésre, másrésztről pedig fokozatosan nem engedjük rá a csatorna rendszerre vagy az úthálózatra, hanem időben elnyújtva, ha le is kell vezetni, hogy gyakorlatilag tompítani tudjuk az időbeliségét ezeknek a folyamatoknak. Az imént hallott kérdések mellett többek között a levegőminőség, illetve az utcák klimatikus viszonyainak javítása, a zöld növényzet megtartása és gondozása, valamint a környezet és emberbarát építés szabályozás is része az elkövetkező 5 évet meghatározó környezetvédelmi programnak. Az elmúlt hónapokban olyan erős bérnövekedés volt, amire az elmúlt 15 évben nem volt példa. Ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatait kommentálva. A KSH kimutatása szerint májusban a bruttó és a nettó átlagkereset is 12,9%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Varga Mihály szerint a keresetek ilyen mértékű emelkedése a gazdaság növekedésének és a tavaly novemberben megkötött 6 éves bérmegállapodásnak köszönhető. A miniszter úgy véli, a következő években csökkenhet, vagy meg is szűnhet a hazai bérek régiós lemaradása. Egyre többen dolgoznak Budapesten. A fővárosban kifejezetten magas a foglalkoztatási ráta, és egyre több nő helyezkedett el a munkaerőpiacon az utóbbi években. Ezekkel az adatokkal az Európai Unió élmezőnyében vagyunk, derült ki a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány adataiból. Magyarországon a fővárosban javulnak leginkább a foglalkoztatási mutatók. Tavaly már 827 000-en dolgoztak Budapesten. A munkavállalóknak majdnem fele nő volt.
a legenda újra látható Budapesten. A Titanic kiállítást 2300 négyzetméteren nézhetik meg a komplexben. Az elsüllyeszthetetlennek hit gőzös, saját korának legnagyobb luxus óceánjárója volt. A modern Amerika jelképeként indult első és utolsó útjára. 1912. április 15-én jéghegynek ütközött és elsüllyedt, 1500 embert rántva magával a mélybe. Elsüllyedt mégis itt van. Július 20-án a nagy közönség számára is megnyitották a Titanic kiállítást. Talán kevesen tudják, de a híres hírhet luxushajó tragédiájának magyar vonatkozásai is vannak. Ezt a szállat a szervezők külön részleteiben is bemutatják a látogatóknak a budapesti tárlaton. A Titanic kiállítás történetében először. Ezen a téren tehát igazi premierre számíthatnak az érdeklődők. 2300 nézőben kiállító térrel rendelkezünk, ahol egyrészt ugye az eredeti Titanic tárgyak mellett egy felvezető galériát láthatunk, mely a vendégeket bevezeti ugye abba a korba, gazdaságilag, politikailag, amikor a katasztrófa történt. Illetve rendelkezünk egy saját magyar galériával is, amely a hajó elsüllyedésének a magyar vonatkozatát mutatja be. Nem ez az első alkalom, hogy a Titanic kiállítás Budapestre érkezett, hiszen 10 évvel ezelőtt már megtekinthettek egy hasonló tárlatot. A mostani tárlat szervezése 1 évbe telt, az installációkat, a bemutató részleteit pedig 4 hét alatt építették fel a magyarországi helyszínen. Az amerikai jogtulajdonosnak több fajta kiállítás egysége van, amely 2007-ben volt látható Budapesten, az a kisebbik egység, az 900 négyzetméter volt, mint említettem, itt 2300 négyzetméteren, nyilván tematikájában nagyjából ugyanaz a kiállítás látható, azonban a jogtulajdonosnak is nyilván érdeke, hogy keverje a tárgyakat, és mindig egy picit fokozza az érdeklődést. Így tudunk mi ma a komplex épületében egy komplettebb és véleményem szerint látványosabb kiállítást mutatni. A kiállítás megtekintése valódi időutazás a látogatók számára, hiszen a személyes tárgyakon, ékszereken, ruhákon és kiegészítőkön keresztül átérezhetik a 20. század elejé légkört, a korabeli luxust és vele párhuzamosan a szegénységet, illetve megismerhetnek néhány emberi történetet is. Én azt gondolom, hogy a csapatunkkal próbáltuk úgy fölépíteni magát a kiállítást, hogy maga az élmény teljesen rabul ejtse a látogatót, akár gyermekekről, akár idősebbekről beszélünk. A jegyben beletartozik egy audioguide, tehát egy hangos tárlatvezető készülék is, mely még komplettábbá teszi az élményt, és nyilván azokat a háttérinformációkat, amelyeket az ember képeken vagy infografikákon nem kapna meg, így próbáljuk meg átadni a vendégeinknek. A kiállítás december 31-éig nézhetik meg a Király utcában, a komplexben. Tegnap kísérték utolsó útjára Dévény Anna gyógytornászt, a mozgásrehabilitációs Dévény módszer kidolgozóját. A Fiumei úti sírkertben családja, barátai, kollégái és tanítványai búcsúztak tőle. Ügyeskedjetek, okosodjatok, ne sírjatok sokat, mert egyszer rá fogtok jönni, hogy milyen fontos, amit most úgy éreztek, hogy nem szerettek. Mi nagyon vigyázunk rátok, én odaföntől is a szívem mindig. Ezek voltak Dévény Anna utolsó szavai, azokhoz a gyermekekhez, akiknek segítette a gyógyulását a mozgásrehabilitációs Dévény módszerrel. A 81 évesen elhunyt Dévény Anna, gyógytornász, művészi torna szakedző, a mozgásrehabilitációs Dévény módszer kidolgozója, 1935-ben született Budapesten. 1957-ben diplomázott a testnevelési főiskolán, majd a neurológiai klinikán dolgozott gyógytornászként, közben művészi tornát tanított. Dévény Anna dolgozta ki a Dévény speciális manuális technika gimnasztika módszert, azaz a DSGM-et, amellyel a mozgássérült gyermekeknél és felnőtteknél is kimagasló eredményeket értek el. 1996 óta tartott speciális tréningeket a Magyar Nemzeti Balett művészeinek. Odaadó alázatos és elkötelezett munkájáért számtalan díjat átvehetett, köztük 2003-ban Batthyány Stratmann László díjat, 2010-ben pedig Prima Primissima díjat. Idén a Dévény módszer kiérdemelte a Magyar Örökség díjat. Dévény Anna születése óta az első kerületben élt. A budavári önkormányzat díszpolgári címét 2013-ban vehette át. Varga Antal, a kerület alpolgármestere, így emlékezett rá.
Én nekem személyes kötődésem is van hozzá, egészen fiatalon, ő is fiatal volt, és az én feleségem is még egész fiatal volt, amikor művészi tornára járt hozzá a Mészáros utcában, hogy onnan indult tudomásom szerint az ő pályája, karrierje, és ott is olyan szeretettel foglalkozott a fiatalasszonyokkal, csak dicsérni tudott, ezt nyugodtan mondhatom, olyanakkor mérhetetlen szakértelme volt a művészi tornában is. Budavári önkormányzatunknál pedig egy köztiszteletben álló személyiség volt. Az utcán sétálva a jóságos tekintete, azok a szereti mondata, amiket tudott bárkinek mondani, ez azt hiszem örök emléket hagy mindannyiunk szívében. Panni nénitől, ahogyan sokan hívták, családja, barátai, kollégái és tanítványai búcsúztak. Adásunk végén egy különleges rendezvényre hívjuk fel a figyelmüket. Történelmi sporteseményre kerül sor szeptember 2-án a Városi Sportolás Népszerűsítő 2. Budapest Urban Games keretein belül. Először rendeznek ugyanis a magyar fővárosban hivatalos Duna átúszást. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy az átúszás csak szervezett formában a rendezvény keretein belül engedélyezett. Egyébként szigorúan tilos és életveszélyes. Az átúszásra augusztus 1-től jelentkezhetnek. A Budai Híradó véget ért, köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Friss információkkal legközelebb pénteken este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!